Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Digitools 5. korszakos MAV M62 315-ös pályaszámú Remot Sergeinek H0 építési nagyságú digitális hangos modelljét mutatom be nektek röviden. Pár szó a modell eredetiéről. Az M62-es sorozat remotorizációja 1999-ben kezdődött, és 2007-ig összesen 34 gép esett át ilyen átépítésen. A 300-as pályaszámcsoportba sorolt gépek közül a 301, 303 és 304-es pályaszámúak MTU motorokat kaptak, míg a sorozat többi tagjába Caterpillar motorok kerültek. A mozdonyok az új motor mellett jelentős külső átalakuláson mentek át, és a mozdonyok színterve is eltér a korábbi narancs szergelyekétől. A limitált kiadású modellt a dobozból kivéve, egy már elsőre is nagyon meggyőző jármű tárul a szemünk elé. A modell dobozában találunk egy ismertetőt a járműről, amin az eredeti története, illetve a modell részletes leírása található, valamint megtalálható a funkció gombok kiosztása. A Digitools mozdonya Pico Expert bázison készült, műgyanta kasznival, amint számtalan rézmaratot kiegészítő került elhelyezésre. A fő forma helyes, azonban ez a bázis modell tudtában evidens. Ami viszont szerintem inkább érdekes, azok a részletek és a módosítások, amit a gyártó elvégzett a modellen. A tetőn elhelyezésre kerültek a klímák, amik szépen kidolgozott, részletes, finom rajzolatú elemek. A hangtompító és a kipufogó is az eredetihez hű formájú alkatrész, oldalt a tető döntött részén pedig elhelyezésre került a remotokra jellemző szellőző rácsozat is. A modellen az eredetihez hű helyre kerültek a kürtök, amik elé rézmaratott rács került. A tetőn emellett elhelyezésre kerültek még a megfelelő antennák, illetve külön emelőszemek is kerültek például a hangtompítóra. Fent a tetőn a szellőző ventilátor rácsozata szintén új rézmaratott elemre lett cserélve. A tetőgomba is áthelyezésre került a mozdonyon. Oldalról nézve, az eredetinek megfelelő kialakítású rézmaratott szellőző zsalu került a mozdonyra, emellett megtörtént a szükséges géptérablakok lefalazása és az oldalsó szellőzők módosítása. A vezetőállás oldalablakánál a típusra jellemző rézmaratott visszapillantók kerültek elhelyezésre. Oldalt emellett elhelyezésre kerültek lent a mozdony rézmaratott gyári táblái is. A géptér imitáció is módosult, immáron a remot mozdonyokra jellemző berendezéseket találjuk a géptér ablakok mögött. Ez a részlet is részletesen ki van egyébként festve az eredetinek megfelelő színekkel. A mozdony homlok falán elhelyezésre került az OIC csatlakozó, és a lámpák belső kialakítása is módosult, ezek az eredetihez hű kinézetűek már a modellen. A vezetőállás festett. A színvilága a remotokra jellemző bézs színű, a kialakítása pedig szintén a remotoknak megfelelő. A mozdony festése alapvetően jól sikerült, a színek helyesek, a maszkolások a nálam járt mozdonyon megfelelőek voltak. A feliratozás pontos, a modellezett korszakban az adott pályaszámra jellemző kivitelű. A mozdony funkciók és beltartalom tekintetében megegyezik a Pico széria mozdonyokkal, így van benne menetirány szerinti világítás, kapcsolható zárfények, vezetőfülke világítás, géptérvilágítás, ami egyébként nagyon szépen kiemeli a kidolgozott gépteret, és tolató fények is. A modellben Digitools hangdekóder található, amin a 334-es pályaszámú Remot Sergeiről felvett 16 bites, a gyártóhoz hűen remekül sikerült hanganyag található. Hallgassuk is most meg a Remot Sergei hangot a mozdonyban működés közben. Thank you.
felhasználhatóság terén egy elég univerzális gépről van szó. A remote szergelyek ugyan elsősorban tehervonatok élén voltak használva, azonban bőven lehetett velük találkozni személyvonatok élén is. Elsősorban a nyári balatoni forgalomba szoktak besegíteni ezek a gépek, nem csak most, hanem korábban is, de számos más személyvonat elé is nyugodtan bevethető ez a típus. A modell nem saját tulajdonú jármű, ezt én kölcsön kaptam a videó elkészítése céljából. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!